A Manna Egyesület egy olyan ernyőszervezet, amely gazdasági és jogi hátteret nyújt egyéni alkotóknak, hogy létrehozhassanak új produkciókat. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen kapnak egy profi hátteret ahhoz, hogy ők, mint művészek, ténylegesen csak a művészi munkával tudjanak foglalkozni. Ez az Egyesület, ez közel 100 emberrel dolgozik, művészekkel, a művészeti munka kiszolgáló személyzetével, díszítők, világosítók, hangosítók, kellékesek, fodrászok, korepetitorok, és még mindenki a dramaturgokon, a súgókon és egészen az írókig, akik ebbe a színházi folyamatban részt vesznek. És ezek az emberek tekintetten arra, hogy a támogatás csökken, nyilván kevesebbet fogunk termelni, és mint minden foglalkoztatási folyamatban a kevesebb termeléshez kevesebb ember kell. Ezek az emberek az utcára kerülnek, és ugyanúgy beleroppannak életek és családok, mint bármelyik más területén az életnek. Azt gondolom, hogy a független színházi terület az egy nagyon jól működő, olcsó, transzparens, költséghatékony formája az előadó művészeti működésnek, és sokkal gyorsabb, mobilisabb és rugalmasabban tud reagálni, mint azok a alapvetően államilag normatívan támogatott intézmények, akik kultúrát szolgáltatnak. Az is nagyon fontos, hogy azok az intézmények, akik ezeket a normatív támogatásokat megkapják, ők azon a területen tudnak kultúrát szolgáltatni, ahol vannak. Értelemszerűen abban a városban, abban a környezetben. Amit ezek a független előadó művészeti alkotó csoportok tudnak, az pont az, hogy eljuttatni a kultúrát azokba az apró falvakba, kis térségekbe, azon részeibe az országnak, ahova egyébként nem jutna. És amit mire még szintén képesek, és azt gondolom, hogy egy másik fajtaságú összekapcsolódása a közösségnek és a kultúrának, hogy nem csupán oda viszünk egy előadó művészeti alkotást, zenét, táncot, színházat, irodalmat, hanem megkeressük a kapcsolódást a közösség és a kultúra között. Ezek az alkotócsoportok úgy dolgoznak együtt fiatalokkal, akár felnőtt közösségekkel is, hogy együttesen alkotnak workshopok, táborok, mindenféle fesztiválok keretében, ott az adott hely közösségével. És azt gondolom, hogy ez lenne igazán a feladatunk, hogy bekapcsoljuk a kultúrába az embereket. Hogy ne csak azt mondjuk, hogy itt van, ezt hoztuk, ezt szeressétek, hanem megpróbáljunk elég hatékonyan reagálni azokra az igényekre, amik felmerülnek, azokra, hogy tudjunk fogódzót adni az embereknek ebben a világban, valami szépséget, valami újdonságot, valamit, amihez ők is tudnak kapcsolódni. És azt hiszem, hogy ez az a finomsága ennek a területnek, vagy ennek a rétegnek, amit az intézményesült és államilag normatívan finanszírozott előadó művészek, előadó művészeti szervezetek, színházak, csoportok nem tudnak, amit mi viszont tudunk. És a nagyon-nagyon fontos, sok munkája van a színházi szakembereknek abban, hogy a fiatalokkal, a gyerekekkel foglalkozzanak. Rengeteg elhivatott színházpedagógus, drámapedagógus végez nagyon fontos munkát az ország minden területén, gyerekekkel, iskolákban. Itt nem várhatjuk el azt, hogy ezek a gyerekek fizessenek, hogy az iskolák ismerve a jelen helyzetet, fizessenek ezeknek a szakembereknek azért a munkáért, amit végeznek. Erre való az állami támogatás. Ha megvizsgáljuk azt, hogy ami a színpadon történik egy este, bármelyik intézményben, az mennyiben kerül az utolsó villanykörtétől a függöny bezáródásáig, vagy a színház ajtó becsukódásáig a közönség mögött, az egyáltalán nincs arányban az a költség a bevétellel. Körülbelül az 1/5 szerintem az én tapasztalataim szerint, ami egy átlagos színházi estén megtermelődik a kiadásokkal szemben. A maradék az, ami az állami támogatás. A független szférában ez nagyon-nagyon közel került, ez a két összeg egymáshoz. Sőt, én azt mondom, hogy mi meg se tehetjük, hogy olyan előadásokat hozunk létre, amire nem jön be a közönség. Nem csinálhatunk veszteséges előadásokat, nem csináltunk olyan előadásokat, amik akkora térben vannak, amiben nem tudjuk kitermelni az árát. Nagyon közel került egymáshoz, hogy a kiadásnak és a bevételnek fedeznie kell egymást. Az állami támogatás arra lenne jó, hogy létrehozzunk még egy előadást, hogy fejlődni tudjunk, hogy az a szervezet, amiben én dolgozom, az ne csak azt tudja tenni, hogy
segít alkotóknak előadásokat létrehozni, hanem folytathassa azt a munkát, amit például az ingyenes jogsegélyszolgálat ezeknek a szervezeteknek, hiszen piszok nehéz betartani minden egyes betűjét a törvénynek. Ezek mind közhasznú szervezetek, akik ezek a munkát ellátják, állami feladatot vállalnak át. Nagyon sok törvénynek, előírásnak kell megfelelniük ezeknek az előadóművészeti szervezeteknek, és van egy olyan jogsegélyszolgálat, egy ingyenes szakembergárda, akik ezeknek a szervezeteknek segítenek. Tehát az én egyesületem egy átfogó szolgáltatást nyújt például az előadóművészeti szektornak, amit nem fog tudni megtenni, mert a jogászok nem fognak dolgozni azért a nem létező pénzért, amit én mondjuk az állami támogatásból fedeznék ebben az esetben. Tehát nagyon sokszor nem a művészeti alkotásra, vagy közvetlenül arra van szükség pénzre, hanem a fejlődésre, a fejlesztésre, és valamiféle előre tervezhetőségre, ami most nincs.